kötelezettségszegési eljárást indít az Európai Bizottság Magyarország, Lengyelország és Csehország ellen, amiért nem hagyják végre a kötelező uniós menekült kvóták felállításáról szóló korábbi döntést, ezt jelentette be kedden a brüsszeli testület. A kormány szerint ez csak egy újabb politikai nyomásgyakorlás, ráadásul az Európai Bizottság nem vonhatja el a jogot, hogy a tagországok döntsék el, hogy kikkel akarnak együtt élni, vagy éppen kikkel nem akarnak. Vendégünk Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy itt van. Jó reggelt kívánok. Mindig, amikor kötelezettségszegési eljárásról beszélünk, mindenki legyint egyet. Tegnap is a szakértők legyintettek, ugyan már nem kell komolyan venni, Németország ellen folyik a legtöbb, akkor mi értelme van egyáltalán egy ilyennek? Miért nem vesszük ezt komolyan? Komolyan kell venni, ez nem is kérdés. Komolyan kell venni minden zsarolást, mint például ezt is, ugyanis ez nem más az Európai Bizottság részéről, mint egy zsarolás azon tagállamokkal szemben, akik világosan megmondták, hogy nem fognak engedni illegális bevándorlókat belépni a saját területükre. Ugye lassan 2 évvel ezelőtt, 2015. szeptemberében született az a döntés, hogy a tagállamok kötelesek 120 000 bevándorlót letelepíteni a saját országaiban. Most a 120 ezerből eddig 20 ezret telepítettek le, majdnem 2 év alatt az 1/6-át. A kötelező kvótának. Ez mit mutat? Ez nem azt mutatja, hogy mindenki csinálja, csak mi hárman, a lengyelek, a csehek, meg mi feszülünk a döntés ellen, hanem igazából senki sem hajtotta végre rendesen ezt a döntést, csak van 3 olyan ország, meg még egy pár mondjuk, akik nyíltan és világosan elmondják, hogy mit gondolnak a betelepítési kvótáról, nyilvánvalóvá teszik azt, hogy a betelepítési kvóta Európa érdekeivel, Európa biztonságával és a saját nemzeti érdekeinkkel teljes mértékben ellentétes, és csehek, lengyelek, magyarok világossá tettük, hogy illegális bevándorlókat a saját országunk területére nem fogunk beengedni. Majd mi eldöntjük, hogy kiket engedünk be, majd mi eldöntjük, hogy kikkel akarunk együtt élni, mert ez tagállami hatáskör. Ehhez az Európai Bizottságnak az ég egy adta világon semmi köze nincsen. Ez imént hallhattuk lényegében a magyar reakciót öntől, hogy egyfajta zsarolásról is szó van. A lengyelek azt mondják, hogy elhibázott a kvótarendszer, minden döntés újabb milliókat indíthat újra útra, a csehek pedig azt, hogy a kvótarendszer lényegében felszólítás a törvénytelen migrációra. Mi lesz most, levélváltás, egyezkedés és aztán pénzbírság? Természetesen a saját álláspontunkat közölni fogjuk a bizottsággal. Én azt gondolom, hogy a kötelező betelepítési kvótáról szóló döntés egyrészt észszerűtlen, tekintettel arra, hogy ahogy a cseh és a lengyel kollégák is világosan elmondják, ez az embercsempészek meg a nehéz helyzetben lévők fejében úgy fordítódik le, hogy hát miért ne jönnénk Európába, hát majd elosztanak minket. Ugyanakkor végrehajthatatlan is, mert rajtunk keresztül ment több mint 400 000 ember 2015-ben. Nem maradtak itt, magyarul nem ide akarnak jönni. Tehát most letelepítünk Európai Uniós tagországokban ezreket, akik aztán a másnap elindulnak, hogy Németországba, Svédországba, meg Ausztriába menjenek, mi értelme van ennek? Harmadrészt pedig az európai jogszabályok a mi oldalunkon vannak. Tehát az a döntés, ami a kötelező betelepítési kvótáról szólt, az megszegi az Európai Uniós jogszabályokat. Ugyanis az egy kizárólag tagállami hatáskör, hogy kit enged be egy ország a saját területére. Ennek elvételére csak az európai szerződések módosításával van lehetőség. Az európai szerződések módosítása az egy nagyon bonyolult folyamat, ami végül is a végén tagállami parlamenti ratifikációt kíván. Azt nem lehet egy többségi döntéssel elvenni a belügyminiszterek meg az igazságügyminiszterek tanácskozásán. Tehát, hogyha jogi útra terelődik a kérdés, akkor nekünk lesz igazunk, mert az európai jogszabályok a mi oldalunkon állnak. Arról nem is beszélve, hogy azért is rendkívül európaiatlan és elfogadhatatlan az Európai Bizottságnak ez a fajta viselkedése, mert Magyarország és Szlovákia ezt a döntést megtámadta az Európai Bíróság előtt. Tehát az Európai Bíróság döntését megelőzően mond kvázi ítéletet az Európai Bizottság, hogy ne mondjam, nyomást akar gyakorolni az Európai Bíróságra. Ez pedig rendkívül antidemokratikus. Itt említette Szlovákiát, én említettem Csehországot és Lengyelországot. Elképzelhető, hogy a visegrádi négyek közösen lépnek fel, hogy nincs erre szükség, mert hogy a törvény ilyen tekintetben az önálló nemzetállamokat védi. Ugye a visegrádi egység ebben a tekintetben kristálytiszta. Tehát mind a 4 visegrádi ország világossá tette, hogy a kötelező betelepítési kvótával a lehető legkevésbé sem ért egyet. És emlékezzünk arra, hogy amikor Magyarország megépítette a kerítést a déli határán, hogy megállítsa azt az esztelen áradatot, ami veszélybe sodorta Magyarországot és, ahogy azóta látjuk a terrortámadásokon keresztül, az egész Európai Uniót, akkor a lengyelek, a csehek és a szlovákok voltak azok, akik a segítségünkre siettek, technikai segítséget nyújtottak, rendőröket, katonákat küldtek a határunkra. Az iszlám állam elleni fellépés, hogy úgy mondjam, jelenleg, hogy el ugye a magyar kormány álláspontja folyamatosan az, hogy ott helyben kell megoldani a problémákat, nem pedig akkor, amikor már itt vannak a bevándorlók.
gondolok, milyen szerepvállalás van most magyar részről, és egyáltalán hogy áll most a harc ellenük? Ugye az Iszlám Állam a világ legbrutálisabb terrorszervezete. Nem véletlen, hogy egy nagyon széles nemzetközi koalíció jött létre, amit az Amerikai Egyesült Államok vezet. Szerintem Magyarország büszke lehet arra, hogy azon 27 ország közé tartozunk a világon, akik valódi katonákat küldünk ebbe. Hányan vannak ott magyarok? Jelenleg 143 katonával szolgálunk Irakban, ugye 150 fős keretünk volt egészen a tegnapi napig, és tegnap a Magyarország gyűlés úgy döntött a kormány javaslatára, hogy 150-ről 200-ra növeli a magyar katonai kontingens létszámát, 2017 vége helyett 2019 végéig adja meg a mandátumot, és Irakon belül is kiterjeszti a földrajzi lehetőségeket. Szerintem ez egy olyan döntés a Magyarország gyűlés részéről, amelyre joggal lehetünk büszkék. Ugye a politikai oldalakon túlnyúló támogatást kapott ez a javaslat, hiszen kétharmados többségre volt szükség, és az ellenzéki sorokból is néhányan a támogatásukat adták ehhez a javaslathoz, világossá téve, hogy a terrorellenes küzdelem az nem lehet pártkérdés sem Magyarországon, sem máshol, mert hogyha arról beszélünk, hogy a bevándorlási válságot hogy lehet kezelni, akkor egészen biztosan nem kötelező betelepítési kvótával, hanem azzal, hogy a kiváltókokat megszüntetjük. És ugye az Iszlám Állam térnyerése miatt százezrek, milliók kényszerültek arra, hogy elhagyják az otthonaikat. Tehát, hogyha az Iszlám Állam ellen sikeresek leszünk, azok vagyunk már, hiszen Irakban az Iszlám Állam területeinek 60, Szíriában 30%-át sikerült felszabadítani, ez több mint 4 millió ember számára jelentett ott közvetlenül jó hírt. Tehát, ha az Iszlám Állam ellen sikeresek tudunk lenni, akkor tudjuk hosszú távon kezelni a bevándorlási nyomást Európa vonatkozásában. Miniszter úr, köszönöm szépen. Köszönöm, itt lettem.